A Magyar Népművelők Egyesülete 14 éve indította útjára az eseménysorozatot azzal a céllal, hogy minél többen legyenek, lehessenek részesei a közművelődési intézmények által kínált sokszínű kulturális, közösségi programoknak. Ebben az esztendőben van egy központi elmondatunk, az, hogy minden nap értéket adunk, hiszen azok a csoportok, azok a rendezvények, amik mostani hétvégén, tehát február 14-én és 16-a között megvalósulnak, ezek gyakorlatilag minden nap itt vannak a mi házfalaink között. A különbség az, hogy minden hétvégi rendezvény tartogat meglepetést az érdeklődőknek. Az idei kultúrházak éjjel-nappal akció ezen túlmenően is hordoz üzenetet, ezúttal azt, hogy a közművelődés ernyője alatt működő csoportok és maguk az intézmények is értünk vannak. A mi célunk az, hogy a kultúrához mindenki hozzáférjen, mindenki be tudjon jönni. Tehát ez nem egy elefántcsontorony, hanem a mindennapjaink része. Tehát minden nap értéket adunk. Az Agora éjszakai sport és társasjátékokkal nyitja a rendezvénysorozatot pénteken este 6-kor. A záró program pedig a vasárnap ebédidőig tartó zsibongó családi délelőtt. De lesz még meseprogram, megtekinthetők a tárlatok és a kiállítások, valamint megismerhetik a PowerPole technikát és a Zolnok Bandérium klub munkáját is. Február 14-e és 16-a között a Kultúrházak éjjel-nappal akció keretében.